Az Unusual Ledger bemutatja Szatmári Nikolát eltűnését és halálát. Az első osztályos Szatmári Niki néptánc óráról indult haza a Gyulai belvárosban lévő művelődési házból 1998. január 14-én délután 4 óra előtt. A foglalkozás 10 perccel hamarabb ért véget, így a szokásoktól eltérően Niki egyedül ment a török zugi lakótelepen lévő otthonuk felé. Ám milyen esetekre az édesanyja lelkéreködte, hogy pontosan milyen útvonalon közlekedjen. Az út nagyobb részét egyedül tette maga a kislány, majd a lakótelep ABC előtt összetalálkozott az orvosával. Még beszélgettek egy kicsit, aztán búcsút intettek egymásnak. A délutáni időpontban viszonylag nagy forgalom volt a környéken, a török-zugi lakótelep város felőli részén, ahol egy nagyobb élelmiszerbolt mellett óvoda és iskola is található. Niki anyukája az egyik helyi kiállító terembe dolgozott takarítóként, de először nem gondolt rosszra, amikor a szokott időben még nem volt otthon a lánya. Gyakran előfordult, hogy Niki felment játszani egy osztálytársához vagy barátnőjéhez. Talán a nagyobb forgalom lehetett az oka, hogy a legaprólékosabb rendőri kutatás és nyomozás ellenére nem akadt egyetlen szemtanú, aki ezt követően látta volna a gyermeket. Este 9 óráig a család és a barátok keresték Nikit, ezt követően értesítették a rendőrséget. Az ország addigi legnagyobb és legkiterjedtebb rendőri akciója keretében Békés megye településéről az ország más részeiről rendőrök százait vezényeltek Gyulára, köztük speciális kutyás keresőegységeket. Helikopterek pásztázták a környéket, de mint hiába. Emberek sokaságát kérdezték meg és hallgatták ki, de érdemleges nyom, amin el lehetett volna indulni, nem akadt. Ahogy ilyenkor lenni szokott, hírek és rémhírek keltek szányra arról, hogy Niki eltűnése szervkereskedelemhez köthető. Ám semmi sem utalta erre. Ráadásul Gyula Romániával határos város, és Szerbia sincs innen messze. Többen azt találgatták, hogy Niki eltűnéséért helyi vagy egy városban érkezett idegen elkövető lehet a felelő. Közben nemzetközi körözést adtak ki, és felkerült az Interpolnak annak a listájára, amelyen eltűnt gyerekeket keresnek világszerte. Három évvel később, 2001. februárjában, Gyula külterületén, a belvízvezető csatorna mellett nádvágó munkások egy műanyag tápozsákot találtak. Értesítették a rendőrséget. Amit a nyomozók sejtettek, azt a DNS vizsgálatok hosszú hónapok múlva igazolták. Niki földi maradványait találták meg. A holtest hosszabb ideig víz alatt lehetett, állapították meg az igazságügyi orvos a rendőrség szerint a hullakeresésre is kiképzett kutyák ezért nem jeleztek korábban, amikor ezt a területet átfésülték. Lágy rész nem maradt a holttesten, csak a csontváz került elő. Valamint Niki ruházata nagyon hiányosan. Sem az iskolatáskája, sem a kabátja, sem a nadrágja, sem a bugyja nem került elő máig. A blúzát és az okniát találták meg a sértetlen csontváza mellett. Idézte fel egy lapnak az édesanyja. Niki édesanyja elmondta, a 2001 nyarán megtartott temetés előtt nem akarta megnézni a kislány földi maradványait, amit azóta már bán, de akkor ehhez még nem volt lelki ereje. Az élet nem mért könnyű sorsot az édesanyjára, első lánya hét hónaposan halt meg, Niki pedig hét évesen. Két fia és egy unokája van. A nyomozóknak volt és van gyanúja a lehetséges elkövetőre vonatkozóan, de nem volt olyan bizonyíték, amely egy büntető ügyben gyanúsítást megalapozta volna. Egy olyan férfi került a képbe, aki bizonyítottan összesen három ember megöléséért felelős, Nikin kívül. Az első gyilkosságot sarkadon követte el egy kocsmai nézeteltérés után, akit utóbb a nádasba húzott és ott rejtette el. Ez egy ugye hasonlóság Szatmári Nikolát ügyével, viszont hogyha ez igaz, akkor ezt az embert sorozatgyilkosnak is lehet titulálni. A másik esetben egy brutális kettős gyilkosságról van szó, amely Gyula egy kültelki város részén, Sándorhegyen történt. Az áldozat egy idős házas pár volt. A sarkadik gyakosság után a férfi szabadlábon volt, és Gyulán élt. Akkor is, amikor Niki eltűnt. A második gyilkosság után életfogytigdani fegyházbüntetésre ítélték, 98 elején. A kislány eltűnésekor alig két kilométerre lakott attól a helytől, ahol Niki földi maradványai előkerültek. A nyomozók a börtönben ülő elítéltet többször megpróbálták kikérdezni, viszont ő nem vallotta be a gyilkosságot. Ez az ügy békés megye, de talán egész ország legrejtélyesebb, legismertebb megoldatlan bünténye, mondta egy rendőrtiszt. Hozzátette, hogy ez az ügy soha nem fog elévülni, és a jelenleg döglött aktát bármikor újra lehet nyitni, ha olyan információ jut el a bűnöldözőkhöz. Bár a rendőrtiszt úgy gondolja, hogy a börtönben már évekkel ezelőtt meghalt férfilet egy niki gyilkosa, de nem zár ki más forgatókönyvet sem. Soha nem mond, hogy soha, mert csodák lehetnek, és tényleg átfordulhat az ügy egy ponton. Igaz, az idő elhaladtával erre egyre kisebb a remény. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben is. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és követni minket a közösségi médiákon. Nézzetek fel a weblapunkra, ami www.unusualledger.com. És jövő hét csütörtökön újra találkozunk. Sziasztok!